Üdvözlök mindenkit a következő unboxing videóban. Ma a Szimbánderát fogom nektek bemutatni, a Szimbánderás gyűjteményt. Sajnos csak ennyi van, de ez az összes, akárhogy is veszük, az összes nagy stúdióalbuma. Ugye volt egy válogatás, egy DVD, meg minden, de azokat nem vettem meg, csak majdnem meglettek. Az első, ugye emlékszem rá, hogy 2003-ban volt a Romantikán, az Amikor az enyém leszel, Cuando seas mía című telenovella, és annak a második, harmadik főcímdalát a Szimbándera énekelte, és ezen az albumon van rajta, az Entra en mi vida, illetve a Kilometros. Ez egy nagyon jó kis album, nagyon hangulatos, ez olyan lemez, ami egy ilyen, ez a bevezető albumuk volt az énekeseknek. Öm, 2004-ben vásároltam meg CD-n, a Rebecca Film zenével együtt, és ez a, és ők az énekesek. Az egyik, Noel Cyrus, az szóló karrierbe kezdett. Ugye Szimbándera az ugye Noel Garcia és Noel Cyrus, tehát ők ketten alkotják a Szimbánderát, a mexikói duót, akik Mexikóban óriási sikert arattak. Az első lemezüket nagyon sokan megvették, és hatalmas sikereket értek el. Le voltak koncertjeik, meg turnéik, mindenféle. Csak ugye Magyarországon nem volt kapható a lemezük. Ez az első lemez, ezt vettem meg először. Aztán jött 2003-ban az a Deviaje című albuma, amin az Amor Real Tiszta szívvel című sorozatnak a zenéje van rajta. Ez érdekes, ez másfajta album volt, nem volt az olyan sikeres, mint az első, de nekem szintén nagyon tetszett. Mindenféle zenei stílus beletesznek ebbe a dallamvilágba, és az nekem nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszenek a CD füzetek képei, a milliója, tehát nézzétek, milyen gyönyörű. Nővéremmel sokat hallgattunk Szimbánderát, ő szerette nagyon. Jelent meg a következő kettő. 2005 kora telén jelent meg a Mañana, a Holnap című lemezük. És ebben volt, ebben a CD füzetben volt egy papír, amiben a 2006-os Passadót reklámozták. Ez annyira azért nem volt nagy szám, de érdekelt engem, és azért meghallgattam. Ezt annyiszor azért nem hallgattam, mint az előző kettőt. A Passadót viszont igen. És ugye ennek a Passadó az 2006-ban jelent meg. A Passado az azt jelenti, hogy múlt. Ez ilyen kis díszcsomagolású album. Itt egy kicsit ennek, a múlt nyomait tartalmaz ez a kép, míg a Holnap a jövőt, hogy a jövőben minden modern lesz. A Passado ez rövidebb, mint a Mañana. Hasonló fotók vannak benne, mint a Mañanában, de ezekben feldolgozások vannak, különböző feldolgozások. És az egyik dalban, ami nagyon-nagyon érdekes, a Si Tú No Vuelves című dalban, ami a Miguel Bosé szám, ezt a Szimbándera feldolgozza, abban a metró hang, és a budapesti pályaudvarok, Szalóczi Pál bemondó hangja hallható. Ez érdekes, hogy ezt így belevették az albumba. Ez egy különlegesség ennek a lemeznek. Tehát aki meghallgatja a Spotify-on a Si Tú No Vuelves című dalt, akkor azt hangosítsa fel az első másodperceket, akkor meg fogja hallani. Hosszú szünet következett, több mint 9 év, és jött a Szimbándera Una Última Vez, még egyszer utoljára. Ez egy középlemez, amin csak 5 darab szám található. Ez 3000 valamennyi forintba került.
Ez így visszatértek egy kis időre az énekesek, hogy egy utolsó lemez erejéig még visszajöjjenek, mert mind a ketten szóló karrierbe kezdtek. Nem is értem, miért hagyták abba a csúcson, pedig olyan sikeresek voltak, hiszen 2006 és 2015 között 3 vagy 4 válogatás lemezük is volt. És volt egy koncertjük, egy hangulatos koncertjük, mert csak a CD verziót vettem meg, mert nagyon drága volt a CD-DVD verzió. Ez az Una Ultima Vez Encore. Így néz ki. Ezt nagyon szeretem. Kár, hogy ezt nem adták ki külön DVD-n, mert úgy örültem volna, hogyha megveszem. De amúgy a YouTube-on fenn vannak a videók, de ugye DVD minőségben szeretem a koncerteket, és ez kivételesen nagyon-nagyon jó koncert volt. Be akartam szerezni a Hasta Mañana című DVD-t, de azon videóklippek voltak, de azok ugye rajta vannak a YouTube-on, illetve van egy másik DVD, ami egy másik koncert van, azt majdnem megvásároltam. Hát színbanderából ennyi, mert ugye ez összesen csak 6 darab diszkó, 6 diszkosz, 6 lemez. Köszönöm szépen a figyelmet, és a következő adásban majd egy másik előadó albumait fogom bemutatni nektek. Sziasztok!